köszöntök a mai estén. Vitézi László Vörösföld című filmjét fogják látni, 1982-ben készült. Hát úgy volt eredetileg, hogy az alkotó is jelen lesz ezen a találkozón, vetítésen, és akkor felteszek neki néhány kérdést, mint legutóbb, amikor itt a Békeidő című filmet vetítették, ugye néhány héttel korábban, és akkor nagyon sok érdekes információ hangzott el a film készítési körülményeiről, ilyen háttérinformációk, műhelytitkok, hát ezt most sajnos nélkülözni fogjuk, miközben azért én erre nagyon kíváncsi lettem volna, hogy tényleg a 80-as évek elején, hát milyen körülmények között, hogyan született ez a film, ami legalábbis véleményem szerint, ugye néhány év telt el a Békeidő és a Vörösföld között, ez egy érettebb, kiteljesedettebb műnek tekinthető. A Társulás Stúdió első játékfilmjéről van szó, amelynek a forgatókönyvírója Dárdai István volt, és természetesen azt is elmondhatjuk a Vörösfölddel kapcsolatban, amit majd látni fognak, hogy ez is egy ilyen dokumentum játékfilm. Tehát ennek a filmnek a nézése közben is folyamatosan találkozunk azzal a problémával, hogy most végül is mit látunk, dokumentumot látunk, tényeket látunk, vagy pedig fikciót látunk. De természetesen ugye a Békeidő kapcsán folytatott beszélgetésen ugye Vitézi határozottan hangsúlyozta, hogy ezt játékfilmnek kell tekinteni, játékfilmként, fikciós műnek kell véleménye szerint tekinteni, így kell valószínűleg a Vörösföldet is néznünk. Nyilván itt az jelenti az egyik problémát, hogy a szereplők azok amatőrök. Amatőrök, és ez felerősíti ennek a műnek a dokumentum jellegét. Egyébként a film díjakat is nyert, ugye 83-ban a legjobb rendezésdíját kapta a Magyar Filmszemlén, és a Szolernói Filmfesztiválon is díjat kapott 1983-ban, tehát egy méltán elismert műről van szó. Úgy gondolom, hogy Vitézi pályájának egyik legjelentősebb, legfontosabb művét fogják most látni. A cím megint nagyon találó, nagyon pontos és kétértelmű. Ugye már a Békeidő is egy ilyen kétértelmű, sokat mondó cím volt, ez is egy ilyen cím véleményem szerint. Egyrészt nagyon konkrét, nagyon empirikus, amennyiben ugye majd a filmet látva látják, hogy ugye a bauxit bányászat kérdésköre problematikája kerül részben ugye a középpontba. Másrészt pedig ez egy metaforikus cím, és természetesen utal magára a Kádár korszakra, utal a magyar társadalom 80-as évekbeli helyzetére, szituációjára, tehát arra a politikai rendszerre, amellyel ez a film nem sokkal rendszerváltás előtt ugye számot vett. Na most, hát én ugye néhány szót talán érdemes mondani a filmtörténeti pozíciójáról is, tehát ez a 80-as években készült, bár a filmtörténészek általában a 80-as évek magyar filmművészetének kezdetét általában 83-84-re szokták tenni, de azt hiszem, hogy ez a film már kifejezetten a 80-as évek magyar filmművészetének egyik jeles darabja, és egyértelműen a Kádár korszak végének dokumentuma, tehát egy pusztuló, erodálódó, hanyatló politikai rendszer képe köszön vissza a filmből, és ez nagyon határozottan tetten érhető. Na most a film véleményem szerint politikai filmnek tekinthető, legalábbis én politikai film tekintem azokat a magyar játékfilmeket, amelyek a 60-as évek egészen a rendszerváltásig, tehát a szocializmus korszakában valamilyen módon számot vetnek
a politikai rendszer jellegével, működésének mikéntjével, vagy működési zavaraival. Tehát ez a film is nem egyszerűen hétköznapi emberek problémáiról, kisebb vagy nagyobb drámáiról szól, hanem az egyéni sorsokon keresztül egy történelmi korszakról, egy politikai konstellációról ad képet. Tehát ez egy kritikai mű. Egy kicsit haja az véleményem szerint az esszéfilmekre, tehát hogy egy bizonyos politikai problémát, vagy társadalomfilozófiai problémát jár körül. Na most ez a kritika, a film kritikai vonulata, ez több rétegű és nagyon összetett, és én ezt szeretném itt ebben a rövid ilyen bevezetőben különösen hangsúlyozni és a középpontba állítani. Tehát a szocializmusnak, a kádárkorszaknak, ennek a liberális, hanyatló, pusztuló diktatúrának a több rétegű, sok rétegű kritikáját nyújtja tulajdonképpen a film. Csak felsorás szinten. Egyrészt ugye ez egy ideológia kritika. Ugye rögtön majd a film nyitó jelenete az nagyon hangsúlyos és nagyon olyan jellegű jelent, ami szerintem megmarad az emberben később is, és emlékezik erre a jelenetre. Ugye majd egy falusi iskolát fogunk látni, ugye a helyszínen Cserefán fogunk járni, ahol egy vallási szertartás, egy misét ábrázol a rendező, és ahogy ugye vége van a misének, akkor kiderül, hogy egy osztályteremben vagyunk, és ahogy elhúzzák ugye a liturgikus célokat szolgáló függönyt, amin az isteni szem látható, akkor ugye előtűnik a függöny mögül ugye Marxnak, Leninnek és Engelsnek a képe. Tehát ugye szimbolikus és nagyon pontos képet ad tulajdonképpen ez az egyetlen jelenettel a film arról, hogy milyen értékválságban van, vagy milyen kétértelmű helyzetben van a 80-as években a magyar társadalom. Vagyis konkrétan arról beszél a film, az ideológia kritika szintjén, hogy a magyar társadalomnak, mintha már nem lenne szüksége az új istenekre, a szocialista korszak bukott héroszaira, isteneire, tehát ugye itt az elrejtett, de a filmben folyamatosan különböző terekben visszatérő vezérekre, ideológiai vagy pártvezérekre, ugye Lenin, Marxra és Engelsre, hanem a közösségnek, a magyar társadalomnak ugye a régi hagyományokhoz való kötődése vagy kapcsolódása az, ami fontos, és a közösségnek ugye úgymond a régi istenekre van szüksége. Tehát ugye egyfajta feszültségről, törésről beszél a film, egyrészt a pártállami doktrínák, másrészt pedig a közösség, a társadalom, a nemzet értékei között. Egy ilyen meg nem felelésről van itt szó. Tehát ez az ideológia kritika, ez nagyon erős szerintem a filmben, és más pontokon is tetten érhető a rendszer vonatkozásában. Másrészt a rendszer vonatkozásában nagyon hangsúlyos a média kritika. Erről is akarok egyébként nem akarok erről részletesen beszélni, mert ugye teljesen egyértelmű lesz a filmben. Majd látjuk azt, hogy a főszereplővel, a Szántóval, ugye ezzel a bányásszal készül egy TV riport a faluban, miután ez a bauxit lelőhely, a külszíni fejtésre alkalmas bauxit lelőhely ugye megtaláltatik, és utána majd látjuk azt, hogy a tévé adásba kerülő riportnak semmi köze nincs ahhoz, amit egyébként a filmben látunk. Ugye? Tehát a tévé riport, az majd látni fogják, ugye, hogy tulajdonképpen ugye hazudik. Ugye egyrészt azt hangsúlyozza majd, hogy itt ilyen megfontolt, alapos, tudományos munka vezetett ugye a bauxit lelőhely megtalálásához, miközben a filmből egyértelmű, hogy ennek a Szántónak a malacai találják meg ott a hegyoldalban ugye ezt a nagy nemzeti kincset. Másrészt meg az is, abban is hazudik majd ugye a televízió ebben a jelenetben, de mondom, itt ez egy megírt, ne felejtjük ugye, hogy egy forgatókönyvről van szó, a forgatókönyv áll ugye a film hátterében, hogy abban is hazudik ugye a média, ugye a televízió, hogy a helyi lakosság örömmel fogadja ennek a lelőhelynek, a bányának a megnyitását. Tehát éppen ellenkezőleg elszabadulnak az indulatok, és konfliktusok sorozata övezi ennek az új helyzetnek a kialakulását.
Ezen a ponton a film, ahol ez a média kritika, vagy a sajtószabadságnak és a médiának a valósághoz való viszonya terítékre kerül, ott ilyen szatirikus hangnemet ölt véleményem szerint a film. A harmadik ilyen kritikai rétege a műnek, ez természetesen a gazdasági elitnek, a gazdasági tudományos elitnek, tágértelemben a nomenklatúrának a kritikája, tehát azoknak a párt vezetőknek, tisztségviselőknek a kritikája, akik hát a filmben hát a saját érdekeiket nézik, és a saját malmukra igyekeznek minden körülmények között hajtani a vizet. Tehát ez is egy nagyon erős vonulata a filmnek. Aztán megjelenik egy újabb szegmense a filmnek, hogy hát milyen pontokon vizsgálja, elemzi, bírálja, kritizálja ezt a késő kádárkori rendszert a film, ugye a rendőrség, mint erőszakszervezet ábrázolása. Ugye lesz majd egy nagyon izgalmas, érdekes jelenet, ugye a temető rombolásnak a jelenete. Tehát ugye kiderül, hogy a faluban is, nem csak a hegyoldalban, hanem magában a falu alatt is jelentős bauxit kincs rejtőzik, és akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy mi legyen a falunak a sorsa. Mi legyen, lesz egy nagyon egy ilyen kicsit szatirikus jelenet, ugye, hogy a kocsma előtt kezdenek el ilyen kutatófúrást végezni a kutatóintézet munkásai, és hát a temető is sorra kerül. És akkor ugye a közösség tagjai ugye fellépnének ezzel ellen a temető rombolás ellen, de hát nem sikerül megvédeni az érdekeiket, és ugye elhangzik az a mondat, hogy hát igen, a halottakat most ki fogják telepíteni a temetőből és a faluból. Tehát a lényeg az ugye, hogy mihelyt a közösség ezen a ponton a temető rombolás pillanatában ilyen közösségként, az egyének közösségként kezdenek megszólalni és tiltakozni kezdenek, akkor rögtön megjelenik. Rögtön behozza a vitézi, a dárdai, ugye behozza a rendőrséget, és ugye rögtön a rendőrök ugye gumibottal szállnak ki az autóból, és rögtön szétkergetik tulajdonképpen a tiltakozó embereket. Tehát a rendőrséget egy ilyen a pártállam, a diktatúra erőszakszervezeteként ábrázolja. Nagyon határozott, finoman, de határozottan tulajdonképpen a film. De a civil társadalom is, ez az elnyomott, megfélemlített, atomizált civil magyar társadalom is a kritika fókuszába kerül, amennyiben azt mondja a film, azt mondja Vitézi, hogy ez a közösség nem képes kiállni a jogaiért, nem képes történelmi helyzeténél fogva, kulturális nívójánál fogva, naivitásánál fogva, ez egy összetett probléma a film kontextusán belül, de nem képes a hatalommal szemben az érdekeit egy pillanatig sem képviselni. Nem képes a saját érdekeit megvédeni. És végül van még egy ilyen kritikai vonulata tulajdonképpen a filmnek, ez ugye az ország gyarmati helyzetének a kritikája. Itt ugye van egy ilyen moszkvai szál a történetben, és a film végén is ugye a Szovjetunióból érkező elvtársak nézik meg a lerombolt és elpusztított falu helyén nyíló bauxitbányát, mert ugye elhangzik a filmben többször, hogy a itt kitermelt bauxit az majd a Szovjetunióban kerül. És ugye az egyik elvtárs meg is fogalmazza a film egyik jelenetében, hogy hát nem indíthatok üres vagonokat a Szovjetunió. Mindenképpen a termelést folytatni kell. Tehát ezt a politikailag függő helyzetet, gyarmati helyzetet is a film nagyon finoman, de érinti és tulajdonképpen felmutatja. De nem csak egy politikai film ez, ez egyik fő tendenciás vonulata nyilvánvalóan a műnek, hanem ez egy magánéleti dráma is másrészt. Ez egy olyan film, a Vörösföld, ami kicsit közelít szerintem a Tar Béla korai játékfilmjeihez, dokumentum játékfilmjeihez. Itt a békeidő irányából van egy elmozdulás ebben a műben a személyes magánéleti drámák irányába, amennyiben ennek a szántónak a tragédiáját
nagyon finoman és összetetten ábrázolja, tulajdonképpen vitézi a Vörösföldben. Ugye van egy, kiírtam, van egy mondata Szántónak, ami nagyon fontos és nagyon megmagyarázza az ő helyzetét, szituációját, hogy azt mondja, hogy én jót akartam. De hozzátehetjük, hogy rossz lett a vége ennek a jó akarásnak. Tehát tulajdonképpen itt egy becsületes, jót akaró, naív, egyszerű munkásembernek a karakterét és figuráját rajzolja, meg vitézi ebben a műben, akinek megvannak a maga kis sajátos érdekei természetesen, mert ugye ő eljár a kis falujából, eljár minden nap, minden reggel, hajnalban egy távolabbi bányába dolgozni, miután megtalálják a malacé ezt a bauxit előkincset, ő arról ábrándozik, hogy milyen jó lenne, hogyha nem kellene naponta utazni, hanem ott helyben a falujában tudna tulajdonképpen dolgozni. Tehát megvannak a maga kis érdekei, de tervei, álmai, de nem képes a nagy összefüggéseket átlátni. Nem képes egy pillanatig sem felmérni azt, hogy ezzel a felfedezéssel milyen katasztrófát szabadít tulajdonképpen nem csak önmagára, hanem az egész közösségre. Tehát ez egy tragédia, egy bukástörténet. A 80-as években nagyon sok ilyen filmet látom, nagyon sok ilyen film készül, ilyen kallódó, pusztuló figurákról, ilyen tönkremenés történetek. Ez is tulajdonképpen ilyen értelemben egy tipikus 80-as évekbeli film, tehát egy ilyen bukástörténet, egy ilyen tönkremenés történet. Mégpedig ugye két értelemben is, egyrészt erkölcsi értelemben, másrészt pedig ugye egzisztenciális értelemben. Tehát egy erkölcsi bukásnak a története, meg egy ilyen egzisztenciális bukásnak a története. Ebből igazából az erkölcsi bukás. Mind a kettő nagyon hangsúlyos a filmben, de nyilvánvalóan inkább az erkölcsi bukás az, ami talán a nézőben maradandóbb nyomot hagy. Ugye miről van szó ebben az esetben? Arról a kiközösítésről. Tehát ott van egy ember a film elén, aki ott él gyermekkora óta, generációk óta a családja is ugye ebben a faluban, és a film végére ez az ember egyedül van, és megverik a kocsmában. Kiközösítik, és Júdásnak nevezik. Ugye? Tehát egy ilyen, és hát ugye ráadásul ezt a Júdás témát, ezt a Júdás motívumot a Vitézi ki is aknázza abban a jelben, ami a filmben a kocsma verekedés, vagy kocsmában elszenvedett verés után következik, amikor pénzjutalmat kap egy ilyen ünnepségen a főszereplő azért, hogy ezt a bauxit lelőhelyet ugye megtalálta. Tehát egy kiközösítés történt, egy erkölcsi bukás történt, másrészt pedig ugye egy egzisztenciális bukás is ez, mert a film záró jelentében ugye azt látjuk, hogy a főhős hasonlóan a falubeli többi családhoz elveszti az otthonát. És hát nem kapnak, nem őse és másose kapnak a filmben ugye megfelelő kárpótlást, tulajdonképpen szinte földön futóvá válnak, legalábbis radikálisan rosszabb helyzetben kerülnek, mint a film elején voltak. És hát ugye még egy mondat, és akkor ezzel zárnám tulajdonképpen a rövid bevezetőmet. Ugye a Szántónak van még egy mondata, ugye azt mondja, hogy mert amit a munkás mond, az nem számít, kérdezi, csak az, amit ezek hazudoznak. Tehát ez a mondat is azt hiszem nagyon világosan összefoglalja a film lényegét. Ugye ez egy munkás történet. Azoknak a története, akik vesztesei tulajdonképpen ennek a rendszernek és ennek a korszaknak. Ezeknek az embereknek állít emléket a Vörösföld című film. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy felcsigáztam az érdeklődésüket egy kicsit, és önöknek is tetszeni fog ez a nagyszerű alkotás.